Korszerű tanmedence. Befejeződött a Kispesti úszoda kismedencéjének felújítása, mely 23 millió forintos önkormányzati támogatással valósulhatott meg. Támogatás útfelújításra. Közel 60 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert a kerület a budapesti útépítési program keretében. Ezen kívül Kispest idén több mint 200 millió forintot fordít a kerületi utak, járták felújítására, karbantartására. Minden nap értéket adunk. Országszerte több száz művelődési házban, köztük a KMO-ban. Változatos programokkal várták az érdeklődőket a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében. Köszöntöm Önöket, Megyeri Nikoletta vagyok. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. Befejeződött a kispesti úszoda beltéri tanmedencéjének felújítása. Az önkormányzat 23 millió forintos támogatásából valósulhatott meg a korszerűsítés. A munkálatok során a kispedence teljes burkolatcseréjét és a vízforgató rendszer medence alatti 30 éves csöveinek cseréjét is elvégezték. A munka decemberben kezdődött és január végéig tartott. A korszerű tanmedencét a próbaüzem után február elején vehették birtokba a gyerekek. Itt már a úszoda megalapítása óta nem volt igazából cserélve a medence forgató vagy vízforgató rendszernek a cső vezetékrendszere, és ez olyan állapotba került, hogy a vízforgatásnak a hatásfoka eléggé csökkent. És ezt jeleztük az önkormányzat felé, és az önkormányzat szerencsére tavaly évben tudott erre egy komolyabb támogatási összeget adni, és így a vízforgatórendszer csöveinek a teljes cseréjét sikerült megoldani, és a medencének a teljes burkolat cseréjét is sikerült megoldani. Így a következő évtizedekre is akár ez a medence, ez már a jövőben néz, és valószínűleg erre a további költséget nem kell számolni. A Ebi Hall és Vízi Csikó tanfolyamaink, amik a Kismedencében zajlanak, ezek ez alatt a két hónap alatt pihenőn voltak, de igazából ebből a két hónapból a karácsonyi időszakban egyébként sem lett volna tanfolyamunk, és január első két hetében pedig tradicionálisan az egész úszoda zárva van, és egy nagy leállást és egy nagy karbantartási időszakot tartunk. Ezért valójában ez a tanfolyamok idejéből kétszer-két hét kiesést eredményezett. A vízicsikó, tehát a kicsit ügyesebb gyerekek esetén pedig már egy pár hónappal a medence burkolás kezdet előtt az oktatóinkkal egyeztetve készültünk arra, hogy akik ügyesebb gyerekek, azok a nagy medencébe fel tudjanak menni erre az időszakra, és egy kicsit tudjanak ott is mozogni. A kész tanmedencét a napokban tekintette meg Gajda Péter polgármester, Kertés Csaba alpolgármesterrel. Most éppen azt néztük meg, ami a tavalyi évre vonatkozott és elkészült. A gyermekmedence a tanmedencének a átfogó felújítására került sor, erre több mint 23 millió forintot tudott fordítani a kispesti úszoda. Egyébként minden évben körülbelül 250 milliós költségvetéssel dolgozik ez az önkormányzati intézmény, amihez körülbelül 70 millió forintnyi támogatást ad a kispesti önkormányzat, és ennek egy része az, amit fejlesztésre tud szánni az intézmény. Ebben az évben azt tervezzük, hogy a külső medencék fejlesztésének a folytatását kezdjük majd el tervezni. Ugye erre láttuk, az elmúlt években nagy igény van, és azt tapasztaltuk, hogy bővítenünk kell a kinti medencéket, de természetesen a belső tér, illetve a belső medencék karbantartására is oda kell majd figyelni, de ezek lesznek az erre az évre vonatkozó terveink. Az úszoda tanmedencéjében többféle tanfolyamat tartanak hétről hétre. Ahogy Tóth András igazgató fogalmazott, a tanmedencében tanul megúszni Kispest apraja nagyja. Itt tartják ugyanis a baba és csecsemő úszást, az óvodás úszást, valamint az alsó tagozatos iskolai úszóoktatást is. Kispest sikeresen pályázott és közel 60 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a budapesti útépítési program keretében utak korszerűsítésére a tavaly novemberben meghirdetett pályázaton. Ezen felül a testület döntése alapján idén több mint 200 millió forintot fordít az önkormányzat a kerületi utak, járdák felújítására, karbantartására. A kerület idén jóval több pénzt tud biztosítani útfelújításokra, karbantartásra, mint az előző évben.
Ugyanakkor a pályázati források jelentős többletbevételt jelentenek egy-egy nagyobb beruházás tekintetében. A budapesti útépítési program keretében pályázott Kispest önkormányzata a kormányzati forrásra, és hát nyertünk is a szilárd burkolattal nem rendelkező utak felújítására, így Kispesten a Vasút utca újulhat meg több mint 60 millió forintból ebben az évben. Ez azért fontos számunkra, mert ez pont egy olyan körzet, hogy a felső Kispest, ahol már nehezen tudunk fejleszteni, hiszen közpark nincs, közintézmény nem nagyon van, tehát az utakra kell koncentrálnunk, ezért is pályáztunk erre, illetve hát azt is kell tudni, hogy Kispesten nem nagyon van már olyan terület, ahol ne lenne szilárd burkolattal ellátott út, de ezeket ugye kezelni is kell, karban kell tartani, éppen ezért fogunk ebben az évben több forrás biztosítani a kerületi utakjárdák karbantartására. Több mint 200 millió forintot szánunk erre, és ahogy jön az jó idő, miután már a költségvetést elfogadtuk, ezek a munkálatok hamarosan el is kezdődnek. A Vasút utca pedig, Vasút utca felújítását pedig úgy tervezzük, hogy szeptemberre már akár kész is lehet ez az új út. A pályázatban szereplő 223 méter hosszú Vasút utcára tavaly már elkészültek a felújítási tervek. Az utca komplex kialakítását burkolástól villanyoszloptól a vízelvezetésig nem fedezi majd a támogatás összege, ezért egy jelentősebb önrészre még szükség lesz. Költségvetési forrásból több úton terveznek a szakemberek teljes kopóréteg cserét idén is a kátyúzások mellett. Vannak olyan lakossági bejelentések, elsősorban Esze Tamás utca, Bátori utca, tehát a Kertvárosnak, illetve Vekerlének egy nagyon pici részét érinti az Esze Tamás utcai rész, ahol annyi kátyú problémáról kapunk bejelentést, ahol már nem észszerű gyakorlatilag az úthibáknak ilyen típusú kijavítása. Ott is egy technológiával, egy marási technológiával a kopórétegnek a cseréjét tervezzük. Ezek nagy valószínűséggel inkább az év első felében, de inkább már a jobb időben, tehát ez a május-júniusra tervezzük ezeket a munkálatokat. De a klasszikus kátyúzást azt már csináljuk, tehát igazából már a kollégáink egy-két ilyen úthibát már javított is. Nagyobb mennyiségben, nagyobb méretben valószínűleg február második felében fognak vele találkozni az autósok, illetve a kispestiek. Ahogy erre az elmúlt években is volt példa, lesznek olyan utak, amelyek teljes szélességében, teljes hosszúságában megújulhatnak idén. Ez a keret elegendő ezekre a feladatokra, de nyilvánvalóan, hogyha lesz olyan terület, amire ebből az összegből nem jut, akkor megpróbáljuk a költségek átcsoportosításával megoldani mindazt a problémát, amit elvárnak tőlünk a kerületiek. Az úthibákkal kapcsolatban várják az étélők részéről az észrevételeket, illetve műszaki kár esetén is együttműködik az önkormányzat. Akkor, amikor egy bejelentés érkezik, az kétféle szokott lenni, nem bújunk el a felelősség alól. Van olyan, amikor sajnos a kátyúk műszaki hibát okoznak az autóban, tehát valamiféle anyagi kár keletkezik. Ebben az esetben egyébként a közútkezelői nyilatkozattal együtt a biztosító kárügyintézéséhez milyenkor teljesen együtt működésünket szoktuk az állampolgárok felé mutatni. Tehát ilyenkor, hogyha bejelentés van, és valakinek konkrét kára van, akkor a jogi irodán keresztül, vagy közvetlenül felénk, mi is a jogi irodának átadva, de akkor ezeket a közútkezelői nyilatkozatokat megtesszük, és akkor a kárügyintézés keretében a biztosítónál tudja intézni a szükséges károk javítását. Reméljük, hogy ebből van kevesebb, de előfordul. És akkor van az, amikor konkrétan kártyú javítását kérik az állampolgárok, ezt elsősorban kérjük, hogy nekünk, tehát vagy a hivatal@kispest.hu e-mail címre, tehát a központi e-mail címre, vagy a városgazd@kispest.hu, tehát az meg a szakirodánk e-mail címe, küldjék el nekünk. Lehet telefonon is jelezni az önkormányzat honlapon meghirdetett számain, és ilyenkor ezeket mindig felmérjük, megnézzük, hogy milyen típusú javítás az indokolt, és felvesszük a munkatervünkbe. Van olyan hiba, amit egy-két nap alatt el tudnak háríteni a szakemberek, van azonban, amikor hónapokat is várni kell, például más szervezetekkel való egyeztetések miatt. Előfordul, hogy mondjuk olyan úthibát jeleznek, ami nem egyértelműen mondjuk a kerületi önkormányzat felelőssége. Tehát mondjuk van egy útburkolat, hiba, egy süllyedés, ami lehet, hogy a fővárosi csatornázási művek hálózata okán alakult ki, vagy valamilyen közmű érintettség van. Ilyenkor nekünk kommunikálni kell a közműszolgáltatóval, a nyomvonalas létesítményeket lehet, hogy fel kell tárni, tehát itt körültekintőbben kell eljárni, nem biztos, hogy csak úgy lehet rögtön azonnal kátyúzni. Ilyenkor szoktuk kapni azt a kritikát, hogy persze nem csinálunk semmit. Csinálunk, csak mire egy konkrét munka ilyenkor meg tud valósulni, az eltarthat néhány hónapig, ezért megértést és türelmet kérünk.
A 200 millió forintos keretből jut az utak, járdák, csapadékvízzel vezetők karbantartása mellett parkolók létesítésére ebben az évben is. Parkoló épül a Simonyi utcában. A munkálatok várhatóan még körülbelül 2 hétig tartanak, a Simonyi utca 23 és 29 közötti szakaszon, ahol a házak előtt meglévő parkolók felújítása, átépítése zajlik. Az új parkolók kialakítása után 18-20 gépkocsi tud majd ezen az útszakaszon kultúráltan, a gyalogos forgalom akadályozása nélkül parkolni. A Budapesti Közlekedési Központ által jóváhagyott tervek kivitelezése során fennakadások várhatóak a közlekedésben, ezért előre is elnézést, türelmet kér a kivitelező. Ha valakinek észrevétele, kérdése van a munkákkal kapcsolatban, akkor az illetékes iroda munkatársai tudnak segíteni a városgaz@kispest.hu e-mail címen, illetve a 3474-681-es telefonszámon. A kispesti bolgár nemzetiségi önkormányzat és Smolyan önkormányzatának közös programja keretében 800 kánna virághagymát ajándékozott a Közpark Kft. A bulgáriai testvérvárosnak. A két testvérváros, Kispest és Smolyan virágos kapcsolata nem különleges alkalom, hiszen tavaly magyar muskátli palántákat kaptak a bolgár városban élők, amelyeket azóta szorgos bolgárkertészek szaporítanak és ültetnek ki város szerte. A virághagymákat Vincek György alpolgármester, Tütünkov Jordán, a bolgár nemzetiségi önkormányzat elnöke, Bernát Péter irodavezető és Bán Zoltán, a Közpark Kft. Vezetője vitte ki a napokban Smoljánba. Február 15-e és 17-e között ismét egy teljes hétvégén át várták a vendégeket, országszerte több száz kulturális központban és művelődési házban változatos programokkal, a kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében. A Magyar Népművelők Egyesülete által 13 évvel ezelőtt útjára indított eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Az idei év jelmondata a mindennap értéket adunk volt. A Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvény arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt. A Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház idén is ünnepi műsorral csatlakozott az eseményhez. Délelőtt a népszerű kolompos együttes koncertezett. Ezúttal farsangi műsorokat hozták el a Művelődési Házba. A legtöbb gyermek jelmezben érkezett a mulatságra, amit be is mutathattak a színpadon. A teltházas eseményen az együttes a farsangi szokásokról, a Kiszebábúról énekelt a közönségnek. Délután Csányi Vilmos akadémikus etológus professzor, a Magyar Etológiai Társaság tiszteletbeli elnöke mutatta be tudományos pályafutásának legátfogóbb kötetét, az Íme az embert. A tavaly megjelent könyvben a neves professzor azt igyekszik megválaszolni, mit teszi emberré az embert. Csányi Vilmosnak már több mint 200 tudományos publikáció jelent meg, jelentős tudománynépszerűsítő és publicisztikai munkássága is. Azt mondta korábban, hogy minden évben tervez egy könyvet kiadni, tehát hogy megjelentetni. Mi az, amit idénre tervez? Hát az ember tervez, aztán meglátjuk. Az édes Janka, az lehet, hogy az idén megszületik a kutyásunknak. Főleg ugye a Janka a jeromos utóda, ő is egy pumi anya, haszki apa hibridje, és hát miután lánykutya, egészen másképp viselkedik, ugye két nővel élek együtt, borzalmas, úgyhogy erről fog szólni a könyv. És mikorra számíthatunk a megjelenésére? Hát, talán karácsony. Csányi Vilmos kutatási területe az állati és az emberi viselkedés, valamint a biológiai és a kulturális evolúció kérdései. A KMU-ban tartott előadásában közérthetően vette sorra az emberi evolúció legfontosabb állomásait, azok biológiai, pszichológiai, társadalmi és kulturális vonatkozásaival egyetemben. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényhez a Kispesti Vigadó is csatlakozott, ahol az érdeklődők 2 napon keresztül ismerkedhettek az intézmény tanfolyamaival és más ismeretterjesztő szórakoztató kulturális programjaival. A budapesti rendőrfőkapitányság által indított Mozgásban a bűnmegelőzés című programsorozat első kispesti állomásaként a BRFK 19. kerületi rendőrkapitányság munkatársai verték az érdeklődőket a KMO-ban, ahol a kolompos családi program keretében színezők, játékos feladványok és fejtörők segítségével adtak felvilágosítást és hasznos tanácsokat a kispestieknek a bűnmegelőzéssel és az áldozattá válás elkerülésével kapcsolatban. Nemrégen ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját a romák felzárkóztatásáért egyesület.
A születésnapot nagyszabású gálaműsorral ünnepelték meg a Városházán. Azóta több fontos dolog is történt az Egyesület életében, például új tagok léptek be a szervezetbe, és megkapta az év önkéntese díjat Losó Györgyné Melinda, aki már egy évtizede vezeti a multietnikus talentumklubot a kispesti kaszinóban. Legutóbb a Playback Színház a másság azonosság témájában invitálta játékra az érdeklődő közönséget. A Takács Máriusz vezetésével működő 672 társulat olyan Playback Színház, amelynek fiatal alkotói közösségéhez közel áll az egyénekért és a társadalomért érzett felelősség. A romák felzárkóztatásáért egyesület meghívására érkeztek a kispesti kaszinóba, hogy közös játékra hívják a közönséget. A jelenlevők személyes történeteire épülő rögtönzött előadás hívószavai a másság azonosság volt. A Trencsényi Bori barátnőm, hogy az egyesületünknek az egyik tagja ajánlotta Takács Máriuszt, hogy érdemes lesz ezt a fiatalembert meghívni, mert ő egy dráma pedagógus járt tanít. Mondom, ez engem nagyon érdekel, és hogy egyáltalán, hogy ismerem azt a színházi jelleget, hogy a közönség is be van vonva ebbe a színházi előadásba. És akkor ez nekem nagyon megtetszett, és akkor felvettük a Máriuszt az előző alkalommal, itt volt a programunkon, és akkor megismerkedtünk személyesen, és a telefonon is tartottuk a kapcsolatot, és akkor együtt közösen találtuk ki akkor, hogy ez a téma legyen. Minden ember megküzd azzal egy picit, hogy integrálódjon, meg megtalálja az azonosságát a világgal, és megélje a másságát is. Ez egy jó téma, amiről van mit beszélni, és mindenkinek van rá története. A bemelegítésben a színészek saját történeteiket elevenítették fel, majd elkezdődött a közönség bevonása. Lassan, türelemmel, figyelemmel együtt érezve. Sziasztok, én Rafi vagyok, és a külső miatt engem nagyon sokszor érnek ilyen furcsa sztorik a mássággal, vagy az azonossággal kapcsolatban, és nagyon sokszor azt gondolják, hogy én nem vagyok magyar, és nem is tudok magyarul. És egy remek példa ez arra, ami múltkor töltött velem, mert egyetemre járok, és az egyetemen, amikor beültem vizsgázni, a tanár úr azt hitte, hogy én nem tudok magyarul, és elkezdett hozzám angolul beszélni, és akkor mondtam neki, hogy hát én magyar vagyok, tanár. Mondta, hogy jaj, jó, akkor ülj be a magyar sorba. Majd ültem körbe, és kiosztottam mindenkinek a vizsgadolgozatát, oda jött hozzám, és elkezdett hozzám angolul beszélni megint, hogy üljek hát az angol sorba, mert hogy én nem tudok magyarul. És utána mondtam neki megint, hogy hát de én magyar vagyok, és mondta, hogy jaj, bocsánat, csak olyan ahmedes a szakáll. Ez egy olyan műfaj, amit nagyon meg kell tanulni. Tehát az, hogy az ember egy másik ember lelkével dolgozik, azt meg kell tanulni. Azt, hogy soha nem minősít az ember, soha nem a véleményét adja vissza, hanem mindig a másikra rezonál rá, átveszi és azt próbálja visszatükrözni a másik. A mai társadalmak nagy hangsúlyt fektetnek az azonosságra, miképpen a másságra is. Fontos ezekhez a hívószavakhoz a toleranciát, a sokszínűséget, az elfogadást is társítani, hiszen az elhangolódott fókusz, az aránytalanság könnyen konfliktushoz vezet. A konfliktus elkerülése, a békés egymás mellettélés az egyik alapértéke a romák felzárkóztatásáért egyesületnek. Ennek jegyében zajlik minden rendezvényük, a következő alkalommal az agresszióról tart majd előadást a szervezet új tagja, Andrásné dr. Teleki Judit. Az agresszióról fogok előadást tartani, mégpedig ilyen szociális hátrányos gyerekeknek, meg ugye a cigány gyerekek, nem cigány gyerekek, tehát mindenkinek, felnőttek is jöhetnek tulajdonképpen, és filmvetítéssel egy megkötőt, ezt megbeszéljük utána bizonyos jeleneteket, úgyhogy erről lesz a következő alkalommal. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a kispesti kaszinóba március 15-én délután 5 órára. Néprajzi filmklub indul a Vekerlei könyvtárban. A havonta egyszer megrendezésre kerülő vetítéseken a dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány által készített filmeket mutatják be az érdeklődőknek. Új programot kínál látogatóinak a Vekerlei Kultúrház Kós Károly téli könyvtára. A februárban induló eseménysorozat a Néprajzi Filmklub elnevezést kapta. Tavaly szeptemberben volt egy programunk, a Kós Károly Alapítvány felajánlásából, Kós Béla jóvoltából, ahol is egy Orav Károly szóló filmet vetítettünk le, és ennek apropóján Kós Béla jóvoltából és kedvességéből, aki felajánlotta ingyen és bérmentve a könyvtár részére a filmjeit, az alapítvány filmjeit, úgy gondoltuk, hogy jó ötletnek tűnt most ebben az évben már januártól egy néprajzi filmklubot indítani.
A klubok alkalmával néprajz és egyéb érdekes témájú díjnyertes filmeket vetítenek majd, melyek után a tervek szerint kötetlen beszélgetésre invitálják a nézőket a film alkotóival. Úgy tervezzük, hogy hosszú távon, tehát ebben a fél évben is, illetve a következő fél évben is szeretnénk minden hónapban egy filmet bemutatni. Azt vettük tervbe, hogy Béla, Kós Béla is itt lesz, és mindig mond valami egy-két szót a filmekről, illetve a rendezőről, illetve hogyha sikerül, akkor a rendezőket is meghívnánk. Nem tudom, hogy ez hogy fog összejönni, mert mindenkinek nagyon sokféle programja van. A következő Néprajzi Filmklub időpontja 2019. március 7-e, csütörtök 18 óra, amikor a Hanna grófnő című 52 perces 2002-es filmet vetítik majd. A filmben Mikes Hanna, a hajdani grófkisasszony emlékszik a múltra. A régi saját maga készített fotográfiák épp úgy őrzik a családi történetet, mint a zabolai hagyományokat. A hajdani cseléd Juliska pedig meghatottan emlékszik, és emlékezteti gróf Teleki Pál menyét Hannát arra az időszakra, amikor még, ahogy mondja, minden rendesen s jól ment. A film rendezője Stankó Hédi. Próbáljuk magunkhoz formálni a közönséget, próbáljuk bevonzani az embereket, ne csak mint olvassuk ide a könyvtárba, hanem tágítsuk egy kicsit a teret, és próbáljuk megmutatni bár több szegmensét a kultúrának. Illetve hát ugye mivel adott ez, hogy Kós Béla itt lakik, és azért szerintem a filmjei mind nagyon mély tartalmak, és szerintem azért bízom, hogy lesz rá itt Vekerlén is közönség és kereslet. A filmvetítésekre minden hónap második csütörtökén 18 órai kezdettel kerül sor. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egykori dolgozók, az értékőrzésben előjáró civil szervezetek képviselői is ott voltak azon a vetítésen, melyen az egykori Hoffer, később Vörös Csillag traktorgyár történetét bemutató filmet láthatta a közönség. A dokumentumfilm az egykori dolgozók visszaemlékezéseire, illetve a minden évben megrendezésre kerülő gépmajálisokra építi anyagát. A vetítésen Vincek György alpolgármester elmondta, az önkormányzat fontos feladatának tartja a kerület múltjának kutatását és dokumentálását, a történelmi események, a régmúlt idők még élő tanúinak felkutatását, történeteik dokumentálását, legyen az ipartörténet, helytörténet, kiemelkedő történelmi események vagy jeles személyek bemutatása. Ezt a munkát a helytörténeti gyűjtemény anyagának bővítése mellett fotósorozatok, kiadványok készítése, illetve az utóbbi években dokumentumfilmek készítése is segíti. A tervek szerint a munka idén is folytatódik majd. A traktorgyárról készült filmet a Híradót követő magazinunkban láthatják. Négy iskolából 8 csapat vett részt az idei sportvetélkedőn, melyet a Kispesti Sportközpont szervezett. A Reménység iskola 5 csapatot indított, még az Ötvös, a Bójai és az Adi iskola egy-egy csapattal képviseltették magukat. Ki lett tavaly a Forma 1 világbajnoka? Hol adták át 2018 novemberében a Magyar Futball Akadémiát? Többek között ilyen kérdések is szerepeltek a sporttörténeti vetélkedő első feladatlapján. 3 kérdéscsoportból áll majd a vetélkedőnk. Az első egy 20 kérdésből álló totószelvénynek a kitöltése, 1-es, X, illetve 2-essel. Ez egy közönséges totó, csak nem 13 plusz 1-es, hanem 20 kérdésből áll. Itt 1-1 pontot lehet kapni majd kérdésenként. A második kanyarban minden csapatnak 2-2 fényképet kell felismerni, és azt kell megmondaniuk, hogy kit ábrázol a fénykép, és akit ábrázol, milyen sportágot űz vagy űzött. Itt 2 pontot lehet kapni értelemszerűen. És végül a harmadik kanyarban pedig minden iskola kap egy olyan papírt, amelyen 8 évszám szerepel. A 8 évszám mellé oda kell írni, hogy az adott év esztendőben hol volt a nyári olimpia. Itt értelemszerűen 8 pontot lehet összesen maximálisan szerezni, miután 8 kérdés van. Tehát ennyi lesz a mai nap. A Kispesti Sportközpont idén is meghirdette 7. és 8. osztályos 3-3 főből álló diákcsapatok számára a sporttörténeti vetélkedőt. A cél az, hogy mindig az elmúlt esztendőnek a magyar, illetve a nemzetközi sportvonatkozású történését összefoglaljuk, tanulók képbe legyenek, egy kicsit utána olvassanak, felkészüljenek, egy ilyen versenyre alkalmas, és úgy tapasztaltuk, hogy szívesen is teszik ezt, ezért aztán a tavalyi mintához hasonlóan most is megrendezzük ezt a versenyünket. A kerület 4 oktatási intézményéből érkeztek diákok a versenyre. A Reménység Katolikus Általános Iskola 5 csapatot indított a megmérettetésen. Honnan tájékozódtatok a mostani versenyről? Hát tanár úrtól kaptunk anyagot, és interneten néztünk utána.
én legalábbis. Igazából testnevelés óra keretében kaptunk információt arról, hogy van ilyen verseny, és így jelentkeztünk. Milyen kérdésre számítotok? Ugye három részből fog állni, mennyire olvastatok utána, mondjuk az interneten, akár egy-egy témakörnek, van-e kedvenc sportágatok? Én úszok, ezt edzem, én képekből készültem fel, hogy ki mit sportol kép alapján. És te? Én sokáig szertornáztam, ez volt akkor a kedvencem, és évszámokat néztem át, hogy mikor, hol volt az olimpia. Amikor tornáztam, volt egy ilyen ábrándom, hogy kijussak az olimpiára, de nem valósult meg. Első helyezett lett az Ötvös iskola, második a Reménység iskola 5. csapata, a képzeletbeli dobogó legalsó fokára pedig az Adi iskola diákjai állhattak fel. Minden tanuló édességet és frissítőt is kapott a versenyen való részvételért. A helyezést elért csapatok sporttémájú könyveket vihettek haza. Idén is folytatódnak a kakaótúrák. 8 éve indult az első városházi kakaótúra, mely a Gajda Péter polgármester szándéka az volt, hogy a kispesti gyerekek megismerhessék a polgármesteri hivatal életét, megnézhessék a képviselőtestület ülések helyszínét, találkozhassanak az itt dolgozó munkatársakkal és a város vezetőivel. A program azóta is töretlen népszerűségnek örvend, az egyik legutóbbi túrára a Vas Lajos általános iskolából érkeztek diákok. Levél, igen, aztán van ilyen, biztos ilyen is van mindenkinek. A kakaótúra az okmányirodában kezdődik, majd a Városháza előcsarnokában Haraszti István műalkotása előtt folytatódik és halad végig a legfontosabb helyszíneken. A diákok megnézhetik a szerverszobát, a testületi üléseknek helyt adó dísztermet, ahol természetesen szavazhatnak is az őket leginkább foglalkoztató kérdésekről. Jócit kineveztünk polgármesternek, ugye? Ott lent ülnek a képviselők, itt ülnek az alpolgármesterek, jelző a parlamenti képviselők. Jó? Így szokott kinézni egy képviselőtestületi ülés. Azt szoktuk csinálni, különböző javaslatok jönnek a képviselőtől, meg a polgármestertől, a hivataltól, és akkor arról lehet szavazni. Ne kelljen iskolába menni. Oké, na most erre javaslatra, hogy ne kelljen iskolába menni. Megnézhetik a gyerekek a polgármesteri dolgozószobát, ahol a közös kakaózás is zajlik a séta végén. A diákok azt általában sejtik, hogy az irodában papírmunka zajlik, de hogy pontosan mi, azt az ilyen alkalmakkal ismerhetik meg. Az ügyintézés egyes részeivel már a negyedikesek is tisztában vannak a Vas Lajos általános iskolában is, bizonyos dolgokkal pedig most találkoznak először. A gyerekek egy más oldalról ismerik meg mondjuk a polgármester urat, egy kicsit közvetlenebb volt, hogy a kakaótúrán meglátták azt, hogy hát ő is egy ember, és nem csak egy hivatalos ember, meg benéztek egy kicsit a polgármesteri hivatal munkájába. Tehát érdekes volt, tetszett nekik, és más oldalról ismertük meg itt a dolgozók munkáját esetleg. És ezzel kapcsolatban egyébként mi a tapasztalat, hogy a mostani gyerekek, akikkel ön találkozik, mennyire vannak tisztában azokkal a dolgokkal, amivel például a kormányablakban találkozhattak, hogy a személyigazolványhoz hogy jutnak hozzá, ilyesmit? Szerintem a mai gyerekek nagyon tisztában vannak, mert szülőkkel is sokat mennek, meg hát ugye ügyeket intéznek, a személyigazolványt például van, aki személyesen jött megcsináltatni. Szerintem képben vannak a mai gyerekek. Mindenkinek más ragadta meg a figyelmét a túra során. Nagyon tetszett az, hogy meg kell nyomni a gombot és hogy lehet beszélni. A páholy tetszett nekem a legjobban. Voltatok a díszteremben, voltatok az informatikán, mi az, ami így tetszett, meg jó volt? Az informatika. Hogy nagyon finom volt a kakaó. A kakaótúrákra idén is folyamatosan várják a kerületi általános iskolásokat. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten a www.kispesttv.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk! Üdvözlöm Önöket a magazinnal, folytatjuk a Kispest TV adását, nézzük, hogy milyen témákkal készültünk. A könyvek szerelmesei. Egy éves születésnapját ünnepli az Üllői úti könyvtárban működő olvasói klub.
90 éves a magyar delfin király. Tumpek György a Honvéd színeiben úszott, amikor a Melbourne olimpián bronzérmet, majd 2 évvel később Európa-bajnoki címet szerzett 200 méter pillangón. Megmentett kincset érő öreg gépek. Dokumentumfilm készült a világhírű Hoffer-gyárról, Kispest a századforduló nagy változásaiban került be a gépgyártás történetébe. Egy éves lett az Üllői úti könyvtár nyitott könyvklubja. Újdonságok és sikerkönyvek, ajánlott irodalom, kérdések és sokszínű válaszok, izgalmas viták jellemezték az elmúlt egy évet. A következő hónapokra pedig új tematikákkal is készülnek a tagok. Borzasztó lehetőség. Szerintem, ahogy mi éljük az életünket, gondolkodunk a világ, és neveljük a gyerekeinket, meg ez, ahogy ők élnek, ez azért számomra dermesztő volt. Hát voltak olyan részletei a könyvnek, hogy idegesített. Tehát én arra nem gondoltam, hogy nem olvasom el, mintán a végét elolvastam. És megnyugodtam, hogy a főszereplő rendben van. De idegesítő volt, hogy adva van egy nagyon gazdag család, és hogy elherdálják, hogy milyen hamar elherdálja. Aztán a végén kiderül, hogy egy csomó pénze volt, és ültek rajta, ugyanakkor akkor nyomorgott meg, ahogy élt. Vagy ő mennyire élvezte, végül is ő választotta ezt az életet. Tehát hiába volt egy csomó szegénység, nyomor és egyéb dolog, ő ezt választotta. A mama. A papa is egy nagyon érdekes, akiről nem lehet azt mondani egyértelműen, hogy negatív, meg nem szerette a gyerekeit, mert a maga módján szerette. A maga módján egy csomó minden olyan dologra tanította a gyerekeket, amit az iskolában nem tanultak volna meg, vagy a mama is. De az a fajta, nem is tudom, minek nevezzem, nem törődömség, vagy kegyetlenség sokszor. Ami érte ezeket a gyerekeket, akik együtt tudtak maradni, akik erősödtek ettől függetlenül, segítették egymást, meg ahogy, szóval egy csomó minden ki lehetne ragadni, most így nem is tudom, hogy miről beszéljek hirtelen, mert lehetne egy csomó minden. Üvegvár. A klub januári olvasmánya igaz történet, egy felnőtt nő visszaemlékezése, rendkívül izgalmas és érdekes, ugyanakkor hátborzongatóan hányatott, rengeteg nélkülözéssel teli gyermekkorára. Egy tehetséges, de túl nagy szabadságra vágyó apa, egy a tehetséget hajszoló, nagyvonalúan nem törődöm anya, és az ebben mégis megerősödni képes gyerekek. Üvegvár, amelyet a családfő egy életen át tervez mérnöki pontossággal, és amely sosem készül el, sőt, amelyre egy idő után senki sem vágyik már. Nagyon sokat tanultak a gyerekek, és ilyen szülőkre lenne is szülő, tehát a szülői tulajdonságok között ezek meg kéne legyenek egy jó szülőbe, hogy többet adjon a gyerekének szellemileg, gondolkozásban, erkölcsileg, mint az iskola, mert nem lehet rábízni az iskolára. Más. Tessék? Más. De itt arról van szó, hogy többen mennek. Igen. Többen. De cserébe föladni a gyerekek testi, lelki, mindenféle biztonságát. Én nehezen döntöttem el, hogy melyikükre haragszom jobban, mert hol egyikre, hol másikra, de így a végére tulajdonképpen az anyára haragszom jobban, mert én úgy képzelem, hogy az a nő, aki nem akar foglalkozni gyerekekkel, aki ennyire függetleníteni akarja magát a gyerekeitől, az ne szüljön gyereket. Ez is olyan természetes dolog volt, nem tudod, de minden ilyen természethez közé volt. Nem kell gyereket szülni feltétlenül, de a másik dolog meg, ezek a gyerekek tényleg megerősödtek, de ez szerencse volt. Gyermekek, akik nélkülözés, vándorélet, sokszor teljes érzelmi elhagyatottság és kiszolgáltatottság ellenére tudtak érezni, álmodozni, sőt az álmokat megvalósítani. Olyan gyerekekkel szemben is, akiknek akár mindenük megvolt, és megvan a mi világunkban is. Hogy mondta te is, Judit, hogy a saját életünkre is rögtön gondoltunk, hogy mi volt, hogy volt. Az
Lehet, hogy most bizonyos értelemben nagyon, szóval túlzottan, ahogy te mondtad, tehát, hogy így figyelünk a gyerekre, külön óra, heti kétszer, külön angol, mondjuk unokámat mondom, akkor velem matekozik a fél évi felmérő előtt, hogy 90 akárhány százalék azért meglegyen, bár ötösen lesz, szóval jó, és ez mind nyilvánvalóan így van, de az egyik része, hogy egy-két gyerek van a családokban, és pedagógusként is láttam, hogy borzasztó elhibázotta, hogy a szülő sokszor viszonyul ehhez, hogy jön és mondja, hogy kezelhetett középiskolás diák, hogy kezelhetetlen számára az a gyerek, és jön és panaszkodik. És mondja, hogy hát ő dolgozik, ő mindent megcsinál, és így tovább, és csak azt kéri tőle, hogy tanuljon. Tehát semmi más nem kér, hogy tanuljon, és hogy azt sem csinálja meg. Hát talán pont azért nem csinálja meg, mert hogy az anya teljes egészében feláldozza magát, és mindent megtesz, és mindent alátesz, és az egy-két gyereknél nagyon gyakran így van most. A könyvklub résztvevői a nyitottságot, a vitákat, a katartikus megnyilást ugyanúgy élvezik, mint a kalandos történeteket, sorsok, korok, tájak megismerését. Így zajlanak a beszélgetések az olvasmányok kapcsán már egy éve. A könyvtár vezetője Popovics Beatrix számos témában ötletel, és ehhez kapcsolódnak a tagok megszámlálhatatlan olvasmányélménnyel, javaslattal. Sok szemszögből nézzük mi ezeket a könyveket. Nagyon sok jó könyvet olvastunk el egymás ajánlására, mert mindig egymásnak ajánljuk a következő havi ajánlatolvasmányt, és mindenki másképp olvas, mást vesz észre benne, más tart fontosnak, és akkor utána ezeket megbeszéljük, és akkor így nagyon sokféle nézőpontot tudunk összeegyeztetni, illetőleg vitatkozni egymással, mert nagyon gyakran vitává fajulnak ezek a nézetkülönbségek. De ez nem baj, ugye? Ez nagyon jó, mert azért, amikor már ilyen könyvklubba jár az ember, akkor leginkább azért jár ide, mert beszélgetni szeret a könyvekről, mert olvasni otthon szépen lehet, azt magától is egyedül is tudja az ember, de itt lehet beszélgetni róla, és a beszélgetésnek a lényege az, hogy ha másképp látunk dolgokat, akkor azokat megbeszéljük, megvitatjuk. Amiért jöttem végül is teljesült, mert én úgy emlékszem, hogy azt mondtam, hogy elsősorban azért jövök, hogy olyan könyvekre hívják fel a figyelmemet a társak, amiket esetleg nem vennék észre, vagy jó tapasztalatuk, kellemes élményt adó, ugyanakkor tartalmas, de szóval lehet azokból könnyebb válogatni, amit ajánlanak, mint hogyha én itt nekiállok, és oda megyek a könyves polchoz, és a tartalom alapján választok, vagy író alapján. Tehát ez a része, ez teljesen meghozta azt a várakozást, amit én szerettem volna. Annak örülök, hogy nincs politika a beszélgetésekben, mert még a legjobb barátokat is szétválaszthatja, tehát ez mindenképpen jó. Az irodalmi érdeklődésem az maradt, mert elég sok minden érdekel. Tehát nincs az, hogy csak a krimi, vagy csak a történelmi könyvek, hanem azok a könyvek, azokat szeretem, ami nem túl nehéz, ugyanakkor maradandó. Több időm volt az utóbbi időben, és láttam a kiírást, hogy indult itt egy ilyen könyvklub, és nagyon kíváncsi lettem rögtön természetesen. Nagyon tetszett, néhány alkalommal voltam, jó közösséget találtam, sok intelligens hozzászólással, véleménnyel, motiváló dologgal, könyvajánlatokkal, úgyhogy remekül érezzük magunkat ebben a kis csapatban, én úgy gondolom. Igen, kemény kritikákat fogalmaz meg a könyvekkel kapcsolatban, nagyon intenzíven éli át az olvasást, és nagyon intenzíven éli át az olvasmányok megbeszélését is, nagyon vehemensen. Mi az, amit önnek ad ez a klub, és mi az, amit ön kap ezektől a vitáktól, ezektől a közös gondolkodásoktól? Hát nagyon érdekes, hogy ezt mondja a vezetőnk. Egyébként tényleg így érzem, hallottam így félfüllel, hogy volt, aki azért jött, hogy több könyvet ajánljanak, vagy ilyesmi. Nekem nem ez volt az elképzelésem, hanem így filmekből látott jó kis vitatkozós és beszélgetős könyvklubok, és hát ez teljesen létrejött. Nem rögtön. Eleinte visszafogottak voltunk szerintem, és nem tudtunk megnyílni. Én úgy emlékszem például az utolsó beszélgetésre, hogy olyan volt, mint egy pszichológusnál töltött terápia. Tehát hihetetlen módon meg tudunk nyílni, a könyvek kapcsán, amikről beszélünk, előjönnek az emberek érzelmei, történetei, élete,
véleménye, és remekül tudjuk ütköztetni, és még a nem egyforma vélemények megbeszélése is szerintem fantasztikus sokat ad. És ezek mellett valóban azért én is kaptam olyan könyvajánlatot, illetve beszéltünk olyan könyvről, olvastuk és beszéltünk róla, ami nem jutott volna eszembe, hogy elolvassam, mert egy olyan kultúráról szólt, amit én nem ismertem, különösebben nem is érdekelt, és beszippantott. Rengeteg érdekes tapasztalatot szereztem az elmúlt egy év alatt. Talán a legsokkolóbb az volt, hogy ugye mindig megbeszélünk egy-egy olvasmányt, amit az adott hónapban elolvasunk, és arról fogunk majd bővebben beszélgetni, elmondani az élményeinket, gondolatainkat. Most ehhez képest a könyvklub tagjai körülbelül ezt a könyvet meg még 15-öt olvasnak úgy nagyjából, de lehet, hogy 25-öt vagy 35-öt, tehát gyakorlatilag könyvmolyokkal vagyok körülvéve, akik reggeltől estig olvasnak, úgyhogy mikor kiversézünk egy-egy olvasmányt, akkor legalább még 30-40 másik könyvet szedegetünk hozzá, jegyzetelünk róla, és próbáljuk elolvasni, hogy lépést tartsunk, és akkor az érdeklődés, és akkor a szenvedély a könyvek és az olvasás iránt, hogy ez egy egészen megkapó élmény. Alig bírom a lépést tartani velük, tehát én is van, amikor paralel olvasok könyveket, ami néha egy kis bonyodalomhoz vezet, hogy ki, hol, mit csinál, de szerintem ezt szépen ki lehet bogozni, tehát ez mindenkinek szenvedélye. Azon kívül, ami nagyon-nagyon tetszik, hogy mindenki elmondja a véleményét. Tehát azt gondolom, hogy igenis bátran ütköztetjük az ellentétes álláspontokat, mindenki meri vállalni azt, hogy ő mást gondol a világról, hogy ő mást tart érdekesnek, meri azt mondani a másiknak, hogy de hát ez biztos így gondolod, meg de így is élsz, meg ezt így csinálod komolyan, és ezt hogy bírod ki? Vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy mindenki nyitott, és mindenki elmeri mondani a gondolatait. Persze úgy, hogy a másikat ne bántsuk meg. Ha úgy érezzük, hogy tényleg már elértünk ahhoz a határhoz, hogy hát ez már esetleg fájó lehet, akkor szépen egy másik oldalra evezünk, és egy másik témakört boncolgatunk, de nagyon nagy élmény, és nagyon széles látókörű. Ezek az emberek egy nagyon különböző könyveket ajánlanak, különböző témakörben, úgyhogy szerintem ez egy igazi klubmunka volt ebben az elmúlt évben. Amellett, hogy gondolkodunk a következőben, meg a kedvenc élményeinket, szerintem egy picit akkor a kívánságokat így próbáljuk útleírás, jó? Tehát akkor ezzel következő 3-4-5 alkalomra legyen kérlek titeket olyan javaslat, ami ezeket úgy. Több könyv egy témában. Életrajzok, történelmi regények, útleírások. Erre az évre is van bőven ötlet, ajánlás, és persze rengeteg könyv a polcon. Az 1929. január 27-én született Tumpek György Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes úszó, 28-szoros magyar bajnok volt, 16-szor javította meg a világcsúcsot. Gyuri bácsi Kispesten született, jelenleg pedig Szigethalmon él. 90. születésnapja alkalmából Vincek György alpolgármester látogatta meg az egykori sportolót. Tumpek György a delfin király. Így emlegette a korabeli sajtó és az úszók is a többszörös magyar bajnok és világbajnok úszónkat, aki 1929. január 27-én született Kispesten. 90. születésnapja alkalmából Vincek György alpolgármester és Piroska János, a Honvéd baráti kör vezetője köszöntötte a delfin királyt. Gyuri bácsi jól van, bár az elmúlt időszakban többször került kórházba, most már otthon lábadozik. Gyerekkoromban levittek a Dunára, szüleim, és minden nyáron ott voltam, nyaralni. Igen, ám, ez közvetlen a Dunaparton volt, ez a Vikendház, és minden évenként ott voltunk, nyaraltunk. Az egyik évben nem tudtam, hogy kotrógépek jártak a Dunaparton, szedték a finom sódert, és ezt én még nem tudtam, hogy milyen galád dolgot csináltak, kimélyítették a Dunát. És derékigérő vízben lubickoltam, addig én hős voltam. És ettől csak eltűnt a talaj a lábamon, pontosan a gödörbe csúsztam bele. Úszni nem tudtam. És
elmerültem, kiabáltam segítségére, voltak ott nyaralók, senki nem törődött velem, és kénytelen voltam kihúzni. Ennyi volt az egész tudásom, és két hét múlva Dunán mentek ezek a sleppek föl a Dunán, és annyira tudtam már úszni két hét után, hogy voltak azok a kompok, amit húztak maguk után a hajók, hogy arra föl tudtam már mászni, és onnan fejezt ugrottam. Komolyabban azonban csak 16 éves korában kezdett el úszni, ekkor került a Csepeli MTK-ba. Az igazi fordulatot azonban az 1950-es év hozta, ekkor igazolt a Honvédba. Önként jelentkeztem, ott laktam közel a Honvéd laktanyához, mert laktanya volt eredetileg, és ott kezdtem el dolgozni. Nagyon gyors voltam, már atlétika szempontjában. Srác voltam, akkor két méter volt egy magyar rekord magas ugrásban, például 1,80 gyerek fején simán átugrottam, meg fogot játszottunk, meg szaladgáltunk a Honvéd pályán, a mostani Honvéd pályán. Tulajdonképpen az igaz otthonom az volt a Honvéd. 1951-ben már négyszeres magyar bajnok lett, majd a berlini főiskolai VB-n is háromszor állhatott fel a dobogó tetejére. A Nemzetközi Úszószövetség 1953 elején forradalmasította a pillangóúszást a delfin lábtempó bevezetésével. Törtük a fejüket az Évával, vagy gyorsan úsztak, vagy pillangozzak. És földobtunk egy pénzérmét, és a pillangó jött ki. A pillangóúszás olyannyira jól ment neki, hogy 1954-ben Torinóban Európa bajnok lett 200 méter pillangón. Az 1956-os Melbourne-i olimpián esélyesnek számított, végül harmadik helyen végzett. Pekhes volt, azt mondja, hogy nem sikerült úgy, ahogy szerette volna? Egyáltalán nem úgy sikerült. Az úgy történt, hogy olimpiai faluban bent laktunk, és volt ilyen kimennünk a táboron belül, és az egyik lányra elmentem sétálni, azt lehetett. És futballt gyakoroltak srácok, nem tudom, hogy kik voltak. De én bambán nézegettem jobbra-balra, és hogyha nem, egy labdát rúgtak felém, de én nem néztem arra, és ráléptem a labdára, és kiment a bokám. Döntő előtti napon leúztam az elődöntőt, olimpiai csúcsal, tehát esélyesnek számítottam. 1958-ban hagyott fel az úszással, ezt követően még 20 évig edzősködött klubjában, a budapesti Honvédban. Edzőként 52 bajnoki címet szerzett tanítványaival. 1985-ben költözött Szigethalomra, azóta a hatalmas fenyőfák árnyékában él itt feleségével. A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében a Kolompos Együttes adott koncertet a KMO-ban. A zenekar hatalmas népszerűségnek örvend Kispesten is, ezúttal igazi farsangi mulatságon vehettek részt a gyerekek és szüleik. Így integessünk egymásnak, gyerekek! Igazi farsangi hangulatot hozott el a KMO-ba a Kolompos Együttes. A kulturális intézményben időről időre fellép a zenekar. A farsang vízkeresztől húshagyók eddig tart. Ez a mulatságok, a bolondozások, az állarcos és a maskarás bálok időszaka. Ennek jegyében telt a mostani koncert is. Valóban rendszeresen lépünk fel itt a KMO-ba, most már tulajdonképpen 10-12 éve, és azt hiszem, hogy itt a Kispesten élő közönség, a kicsik is, nagyok is talán már megszerettek minket, bízunk benne, és mindig változatos műsorral igyekszünk kedveskedni a minket megtisztelőknek. Most farsang, ugye, hosszú farsang van most, hála Istennek, és sok minden olyan mulatságos muzsikával, játékkal készültünk, ami azt hiszem, hogy földobja majd a hangulatot. Persze számítunk rá, hogy a gyerekek majd beöltözve jönnek, vagy legalábbis egy részük, majd jelmezben. Mi hirdettük, azt hiszem, talán a ház is hirdette, hogy
jelmezes, farsangi mulatság lesz, és ilyenkor van az, amikor a gyerekek följöhetnek a színpadra, nem fölözönlenek, hanem egyenként följönnek, és akkor megmutatjuk a jelmezeiket. Muzsikálunk hozzá, hogyha olyan speciális dolog van, amit mi is tudunk muzsikálni, katica bogarasat, vagy bohócosat, vagy egyébként akkor olyasmit muzsikálunk, és akkor egy kis kunst is van, mert a bohóc az próbál bohóckodni, hát a katica bogár csak megy a színpadon, de vannak egyébként mindig a zenekar profi, így aztán tud rögtönözni valamiket, mindig nagyon jól szokott sikerülni, és utána természetesen farsangi mulatság is lesz. Készülünk mi mindig sok mindennel, de aztán a közönség hangulata, meg hozzáállása, meg hogy hányan vannak, az mindig befolyásolja a műsorunkat. Két ilyen farsangi dologgal készültünk. Egy teljesen új összeállításunk van, az, hogy a sárdózás. Ilyenkor farsang táján a gyerekek bizonyos vidékeken mentek házról házra, hát hasonlóképpen, mint más hónapokban, de ezt úgy hívták, hogy sárdózás. Én mindig úgy mondom, hogy ez a sárdó, ez a Sándornak valami beceneve, mert igazából úgy is kezdődik, hogy sárdó gyűjjön, meleget hozzon. Tehát azt mindenki ismeri, hogy Sándor József, Benedek zsákban hozzák a meleget. És akkor mindenféle jó kívánságot kántáltak el a háziaknak, hogy például micsodai meleget, nyári meleget, helyszékecske, bakocska, meg hogy aztán a kenteg búzája jó magas legyen, a konkoly, ami a búzának a gyomja, azt letapossuk, és a többi, és a többi. Ezt muzsikával fogjuk természetesen, nem csak énekkel, mindenféle zörgőbörgökkel. Sárdó gyűjjön, meleget hozzon! Sárdó gyűjjön, meleget hozzon, micsodai meleget, nyári meleget, helyszínecske, bakocska, szőlővégén dombocska, a kolonyi lányok mind a vízbe fúltak, de lapu alatt lapognak, halál alatt vizognak. Még egyszer, figyelj! Sárdó gyűjjön, meleget hozzon, micsodai meleget, nyári meleget, helyszínecske, bakocska, szőlővégén dombocska, a kolonyi lányok mind a vízbe fulladnak, a lapu alatt lapognak, család alatt cicognak. Ahány verem lukó cikluk, annyi verem búzájuk legyen kenteknek. Kiverem belőle műsösök, konkol, mindenféle gajzok. A másik, ami így nagyjából a farsang vége fele volt szokás bizonyos vidékeken, a kiszézés.
hogy elkészítették a kiszebabát mindenféle rongyokból, és akkor ének szóval a lányok, ez a lányok szokása volt, ének szóval végigmentek a falun, és a falu végén bedobták a vízbe, patakba vagy folyóba, ha nem volt, akkor raktak egy nagy tüzet, és akkor elégették, hogy ezzel is elégették a hideget, a betegségeket, mindenféle bajt, és akkor várták a tavaszt, és utána zöldágakat szedtünk, vagy szedtek, mi is zöldágakat fogunk szedni, és kaput tartunk belőle, és a buj-buj zöldággal átbujócskázunk alatta. A Kolompos Együttes a gyerekek körében az egyik legnépszerűbbnek számít hazánkban. A zenekar tagjai ma is arra törekszenek, hogy megismertessék, megszerettessék a legkisebbekkel a népzenét, a néptáncot, valamint a régi szokásokat. Előadásaikban mindig a zenés, mesélős, játékos, táncolós mókázások kerülnek előtérbe, melyben a népszokásokat mutatják be rengeteg vidámsággal fűszerezve, gyakran a felnőtteket is megnevettetve. Kezdetben én emlékszem, 20-25 évvel, mert már régóta működünk, akkor még meg voltak szeppenve, hát ők gyerekműsorra hozták. Nem tudták, hogy a Kolompos gyerekműsor az olyan, hogy mindenki szerepel, meg mindenki táncol. Így aztán, hála Istennek, sikerült megszerettetni velük, és talán ezen keresztül az egész magyar népzenét is, mert ez is a célunk, ne csak a gyerekek nőjenek föl úgy, hogy majd 10 éves korukban is jó szívvel emlékeznek vissza, és már van olyan anyuka, aki a Kolompos műsorokra járt, és most hozza a csemetéjét, hanem a felnőtteket is tudjuk alakítani egy kicsit, mert látják, hogy mi ez, nem könnyű zene a népzene, ez egy nehéz zene, ez olyan, mint a komoly zene. Ha valaki nem követi, és nem ért hozzá, és nem olvas utána, melyik koroknak mi volt a stílusa, akkor az egy nehéz dolog. És ilyen a népzene, és mindenki ugyanazt hall belőle. Megszólal, fogalma sincs, hogy ez most melyik vidék, ez ugyanúgy szól, mint a másik, pedig nem. És ebben is sikerült, a táncokban is részt vesznek. Természetesen nekik is szól a bolondozás mindig, pláne nekik szól az, hogyha látják a csemétéjüket fönn a színpadon játszani, és örülni, és részt venni a dolgokban. Ez mind-mind a felnőtteknek szól, és így tudjuk őket is alakítani. A Kolompos Együttes legközelebb április 6-án látogat majd el a Kálmóban. Akkor az Egyszer egy királyfi című előadásukat nézheti meg a kispesti közönség. Rajta, rajta, leszakadt a pajta, leszakadt a pajta, nem maradt a kocs. Engedjétek el egymás kezét, forduljon mindenki a közönség felé. Meghallásakra zubottam, a hideget, lejjebb lehet kapcsolni a konvektorokat. Egy óriási darab vas, amely begurul a vasúti sineken a századelős épület rengeteg útvesztőibe, majd a másik kapun kigurul egy kéztraktor, vagy dömper, vagy valamilyen más mezőgazdasági munkagép. Mindenki látta már valamelyik példányt valahol, ki a gabonaföldeken éppen munkában, ki vezetés közben az úton, furcsálhatva a forgalomban, más ezzel keresi a kenyerét, és van, aki gyűjti a megmaradt ritka darabokat. Akad, aki csak képen, esetleg filmen találkozik a magyar ipartörténet ikonikus kispesti helyszínével és az itt gyártott világhírű gépekkel, és vannak olyanok, akiknek ezeken a filmkockákon ott van az egész életük. A Hoffer, a Vöcsi, a traktorgyár, Kispest csillaga. Találkozások, a megmentett, kincset érő öreg gépek, emlékek, azok őrzői, filmfelvételek és fényképek. Ez maradt mára a bátran mondható világhírű Hoffer gyárból. De talán ez sem kevés, mert akik emlékeznek, boldogan teszik. Tovább adják, amit még tudnak a régi idők mindennapjaiból. Egy hely, Kispest, ami egyszer csak a századforduló nagy változásaiban bekerül a gépgyártás történetébe. Egy gyáros, aki az újításokért él, és fia, aki pont Magyarországnak ezen szegletében próbál szerencsét. Egy gyár, aminek története, történelme van. Egy hely, ami majd egy évszázadon átadott munkát, megélhetést sok száz embernek. Egy gyár, ami az államosítás után is ikonikus hely maradt, és számos átszervezés után is működött, mégpedig sikeresen. Hogy is kezdődött? Hoffer Mátyás német származású gépész lakatosként kezdte, majd nagy európai országokat bejárva Bécsben állapodott meg. Újító szelleme, kísérletezése a mezőgazdasági gépek terén, előremutató konstrukciói, mindenhol figyelmet keltettek,
ambíciója pedig egy új gyár alapításához vezette. Később a magyarországi Sranc Józseffel közösen új üzemet is építetett, mégpedig Kispesten. Egy olyan cég tette le az alapjait ennek a gyárnak, amely 1888 óta már gépgyártással foglalkozik a Budapesten, tehát az országban, egy bécsi cégnek a fiókvállalataként. A Váci úton, a mai vagy Csizsilinszki úton volt az eredeti gyár, de az egy már viszonylag szűk terület volt, vagyis nem adott lehetőséget a gyár bővítésére, ellentétben azzal, amit Kispest tudott nyújtani 1900-ban, hiszen ez egy éppen frissen felparcellázott új település váló terület volt ebben az időszakban, és éppen ezért esett erre a választás. Egy jól bővíthető telek, tehát abszolút óriási kiterjedés állt rendelkezésre, egy éppen növekvő lakosságszám, ami szintén a hátterét adhatja egy növekvő ipari termelésnek, ez is fontos dolog, olcsó telek, ez is fontos dolog, akkor már készen van a Lajos-Mizsei vasút, sőt már egyébként a villamos is készen van, vagy éppen elkészülőben van, amikor ez a gyár épül. Tehát infrastruktúrálisan is egy jól becsatornázott hely, és ráadásul közel van a főváros. Magyarország ekkor az osztrák-magyar monarchiával alkott politikai és egyfajta gazdasági egységet, és ez a duális állam sajátosságokat is jelent. Közös a jegybank, a vámhatárok, belső vámhatárok, az áru szabad mozgása a két birodalom fél között adott, ugyanakkor a külső határokon való kereskedés feltételeiben közösen kell megegyezni a harmadik féllel. Nyilván ennek vannak hátrányai, ugyanakkor előnyökkel is jár. A kor gazdasági környezete is kedvezett a gyár elindításának. Ami az osztrák, cseh, morva területeken fejlett ipar volt, annak az iparcikkei könnyen elérték a magyar piacot, és ennek megfelelően azok az ágazatok, például a textilipar, ebben az időszakban nem tudott igazán fejlődni. Na de, az, amit ez a gyár csinált, a mezőgazdasági gépgyártás, az egy olyan piac volt, ami viszont jól működő piac volt, és ráadásul ugye egy olyan cég készítette, vagy építette fel ezt a gyárat, aminek Bécsben van a központja, és tehát minden tekintetben pozitív viszonyok, feltételrendszer az, aminek a körülményei között létrejön ez a gyár. Ráadásul ugye 1912-ben megvehette a Hofer és Ranc cég azokat a kelet-európai, közép-kelet-európai, kinek hogyan tetszik jobban, tehát a régiónkban levő mezőgazdasági gépgyárakat, amelyek az angol Clayton and Shuttleworth céghez tartoztak. Tehát ez még egy további expanzív lehetőséget adott a gyár történetébe. A Clayton and Shuttleworth úttörőnek számított a mezőgazdasági gépgyártásban akkor, amikor a mezőgazdaság épp átalakul, egyes ágazatai dinamikus fejlődésnek indulnak, és új piacok nyílnak Indiától, Afrikán át, Észak-Amerikáig. Az újításokat bemutató világkiállítások megrendezése pedig, ma úgy mondanánk, megfelelő marketinget jelentett. Ebbe a pozitív vérkeringésbe, ebbe a fellendülésbe, a gépgyártás előnyös pozíció szerzésébe került tehát be Kispest. 1869-ben lehet először erről a településről beszélni, és 74-ben már nagy község, a gyár alapításkor 10 000 lakóval. Kispest igazi gyárvárossá válik a 20. század első felében már. Nagyon sok gyár épül fel. Ugye az utca túloldalán van a Kistext, Kispesti textilgyár, illetve leánykori nevén, a Hungária Jacquard szövőgyár, itt van ez az óriási Hofer és Ranc gépgyár, ami olyan nagy kiterjedésű, hogy gyakorlatilag a mai ugye Hofer Albert utcától egészen a Vasgereben utcáig terjed, egy óriási nagy tömb. És ez azért is van erre szüksége a nagy kiterjedésre, mert hogy a gyár teljes vertikum volt, tehát gyakorlatilag mindent itt tudtak előállítani. Öntődétől elkezdve az összeszerelő műhelyig, a festőműhelyig minden egy helyen volt, és ez egy nagyon fontos sajátossága. A gépgyártás alkalmas arra, hogy teljes vertikumot építsenek fel, és ebben a gyárban ez meg is valósul. Szakemberek?
szakemberek, mint említettem, akkor, amikor a gyár létrejön, felépítik, amit egyébként folyamatosan, valóban folyamatosan bővítenek, akkor a szakember hiány az egy komoly probléma. És ezért jellemzően külföldről érkeznek a szakemberek. De ez nem csak ennek a gyárnak a sajátossága, ez a magyar iparfejlődés sajátossága, hogy kezdetben a szakmunkás réteg az jellemzően német ajkú, és idővel egyrészt magyarosodik, másrészt elindul a szakképzés, és akkor már az országon belüli képzés is képes a szakembert termelni, előállítani. A gyáron belüli képzés is van tulajdonképpen. És a gyár, mindegyik gyár foglalkozik azzal, hiszen érdeke az, hogy legyen saját munkás közössége, amely kötődik a gyárhoz, amely lojális a gyárhoz, amely itt marad. Mindegyik gyárnak fontos volt az, hogy a jó szaktudású embereket meg tudja tartani. A gyár tehát már akkor kuriózum volt, ahogy kuriózum lett az első itt gyártott traktor is. Erről mesélnek azok, akik a következő virágkor idején töltötték ott fiatalságuk nagy részét, és akik azóta is őrzik, kutatják a gyár múltját, emlékeit. Ez akkor Magyarország legnagyobb mezőgazdasági gépgyára volt. Igen gyorsan és igen hatásosan folyt az építkezés. 1900-ban alapújítottak, és 1901-ben már termelt nagy szériában a gyár. Először szinte a mezőgazdasági eszközök minden választékát előállította a gyár, későbbiekben komolyabb termékeket is készítettek, és 1923-ban jött létre az első traktor, mint kísérleti példányként, ez még egy kicsit kezdetlegesebb forma volt, de 1924-ben már sorozatban gyártották azokat a traktorokat, ami később a magyar traktorgyártás alapgépét is szolgáltatta. Ez volt az úgynevezett G35-ös traktor, ami a háború előtti R30-35-ös, 30-32-es típusú traktorok egyik változata volt. Ezeknek a traktoroknak 1924 után szinte két évenként újabb változatai, minél korszerűbb változatai jöttek létre. Egy dologban megegyeztek, a motorjukba. Ez a motor az úgynevezett féldízel motor, gázolajjal működött ugyan, de a sűrítési végnyomása az olyan alacsony volt, hogy határérték volt ez a dízel meg a benzines motorok között, viszont nagyon megbízható volt. Ez a motor megmaradt, és egészen 1956-ig gyártották ezeket a típusokat, más típusjelzéssel, körmös hátsókerekekkel, gumis hátsókerekekkel, másfajta felszereltséggel is, ugye a közúti vontatónak is használták őteket, de 1956-ban ez már eléggé elavult típus volt. Ami mellette szólt az az, hogy igénytelen, viszonylag keveset fogyasztott, és egyszerűbb vidéki emberek is el tudták sajátítani a kezelését, szerelését is. A hőskor fekete-fehér képei a traktorfelvonulások Hoffer Albert ma étteremként működő egykori villájában. Albert Hoffer Mátyás egyik fia lett a kispesti gyár vezetője. Műszaki képzettsége révén jól tudta egyengetni az újabb és újabb fejlesztések sorát. Számos elismerése mellett a kispesti ipartestület díszelnökévé is választották. Tevékenységét mindig tisztelet övezte. A kispesti gép és traktorgyár traktorgyártásának ez az első lépcsője, innen indult el a világhírű traktorgyártás. Itt látható az első traktor, ez is egy dízelmotoros kivétel volt, a MESZ 15-ös, 15 lóerő, el lehet képzelni, ugye hol tartotta akkor a technika. És szinte minden évben vagy két évenként jöttek a különböző típusok. Itt is lehet fel látni a HSC 20-22-es, a 40 lóerős változatot, és itt is egy 40 lóerős, de ez gumikerekes, már a közúti vontatóként alkalmazott traktor. A traktorgyártás csúcsa, a fejlődés csúcsa a D4K B típusú traktorunk ott látható, tehát stílszerűen indul a másik oldalon a HSC MESZ 15-össel, és itt pedig a D4K B traktorral. 1948-tól egészen 56-ig uralta a
hazai erőgép parkunkat és külföldi exporttervünket is, a GS35-ös típusú traktor, ami itt látható. Hát ez akkor ugye egy nagyon népszerű típus volt, bár már korszerűnek nem volt mondható a motorját tekintve. Külön az indítása ennek a fél dízel motornak kézzel történt, és elő kellett melegíteni az égésteret, hogy megfelelően meglegyen a hőmérséklet, hogy meggyulladjon a gázolaj, és beinduljon a motor. 1956 után az első típusú, új típusú traktorok, az U28-as traktorcsalád itt látható, egy UA típusú traktor. Ez már korszerű, négyhengeres soros csepelmotorral volt ellátva, 28 lóerővel működött, és hát becsületére legyen mondva, hogy a környező országokban is kb. Ilyen teljesítményű traktorok működtek ebben a kategóriában. A gyárba 1950 után elkezdték gyártani a DT-413-as lánctalpas traktort, ez egy szovjet licenc volt, nem a gyár saját tervezése, habár át kellett tervezni ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság céljainak megfeleljen. Nagyon sokat dolgoztak. Itt a D4K típusú traktor látható egy tolólappal, ipari kivitelben lehetett használni a mezőgazdaságon kívül ipari célokra is, egy tolólap útépítésre használták, talajrendezés, melliorációs munkák végzése. Az utolsó, a gyár hattyúdalának utolsó időszakában földmunkagépek gyártására is ráállt a gyár. Itt látható a horak típusú homlokrakodó. Néhány darab készült csak belőle, és mire kiteljesedett volna a gyár profilja megváltozott. A gyárnak fontos gyártmány családja volt a Dömperek családja. 1950-ben kezdték angol licenc alapján gyártani, de teljesen áttervezték, és utána már nem is hasonlított az eredeti példányra. Ezek földmunkagépek, szállítógépek voltak. Nagyon nagy mennyiségben gyártotta a gyár, népszerű volt, és a legnagyobb export a Szovjetunióba, nagyon sok ezer darab lett kiszállítva. Hát innen volt a Dutra névnek az egyik mozaik darabkája, ez volt a Dumper, a Dömper. Na de térjünk vissza a század elejére. Bármennyire is jó a kezdet és a gazdasági környezet, a világpolitikai események rendre beleszólnak az üzletbe, a termelésbe, és ez sok mindenben megmutatkozik a gyár életében, tulajdonosi összetételében egyaránt. A válságot és a fellendülést újabb háború követte, de ekkorra a gyár szépen lassan a Magyar Általános Hitelbank tulajdonába megy át. Ezeknek az éveknek a sikereit, a bemutatott fejlesztéseit a Hoffer Alberttel korábban együtt dolgozó Schön Frigyes mérnök műszaki igazgató neve fémjelzi, majd pedig jön az újabb haditermelés. 1900-ben jön létre a gyár. Viszonylag hamar kitör az első világháború. A háború alatt hadigyártás van. A hadigyártás az nem arról szól, hogy felvirágoztatunk valamit, fejlesztünk, és kényünk-kedvünk szerint piacot kutatunk, és piacra termelünk, hanem ott nagyon komolyan az állam szükségletei határozzák meg a termelést is. A Hofer és Ranc is le kellett, hogy álljon a mezőgazdasági gépgyártással az első világháború alatt, és például gránátokat gyártottak. A háború után jön egy nagyon erős inflációs időszak, utána jön a pengő bevezetése, ami meg egy deflációs időszak, nem a legalkalmasabb a növekedésre. Aztán jön a gazdasági világválság, szóval egy nagyon viharos évtizedek azok, amik a 20. század első felét meghatározzák. Az, amikor ez a gyár megint elkezd fölfutni egy nyugodtabb béketermelés és jó gazdasági körülmények közötti termelés elindulhat, az a 30-as évek közepe. Amikor jön a szovjet hadsereg és a vele szövetséges hadseregrészek, akkor azok az ipari üzemeket mindig irányításuk alá vonták, ez általános. Azért egész egyszerűen, mert egy hadseregnek szükséges egy ipari ellátó háttér, és az éppen aktuális helyen, ahol vannak ezt az ipari ellátó hátteret, hogyha meg tudják teremteni, akkor megteremtik. Ergo a szovjet hadsereg ezt a gyárat is irányítása alá vonta, és 45. januárjától szeptemberig a gyár
amely már a háború alatt sem mezőgazdasági traktorokat gyártott, mert a két háború között alapvetően ez lett a profil. Tehát ahogyan a háború alatt sem a saját profilját űzte, úgy a háború után sem ezt tette, hanem ebben a 45-ös időszakban harckocsi javító műhelyként működött. Imre bácsi is élénken emlékszik erre az időre, bár még gyerek volt, és arra is, amiket arról hallott, olvasott, hogy sokszor milyen apróságok, milyen véletlenek jelentettek túlélést embernek, gyárnak. Akkor, mikor a gyárat úgynevezett módon átvette a Vörös Hadsereg, akkor a Hengersor telepén, tehát a mostani Aponyi Albert utca végén, ugye, Hengerműnek ott volt a telephelye, ott gyűjtötték össze a kilőtt tankokat, és mivel, hogy egyedül csak itt ebbe a gyárba volt öntöde, és tulajdonképpen egy nagyon jó állapotban lévő gyár volt, így most egy Viktor Kolomnyec nevű őrnaggyal, meg az ő műszaki gárdájával átvették a gyárnak az irányítását. Az az őrnagy, az akkor egy felhívást bocsátott ki, és abban a környező településből mindenhonnan felszólította az embereket, így a Kistexből, meg egyéb más helyről is, gyárakból, hogy minél több munkaerő jelentkezzen, mert itt kijavították azokat a tankokat, amik még használhatók voltak. Ez az őrnagy, ez emberséges volt, mert olyan igazolványt adott az embereknek a bejárásnál, ami megbízhatóan védelmet nyújtott. Az egyébként szintén rendkívüli szerencse, hogy akkor, amikor az iparterületek és a vasútvonalak különösen ki voltak téve a bombázásoknak, és helyenként óriási károkat szenvedtek, a Hoffer gyárat és a mellette futó vasutat nem éri jelentős pusztítás, ahogyan szerencsére Kispest egészen megmenekül a nagy bombázásoktól. A Hoffer azt is megúszta, amit néhány nagy gyáregység nem, hogy teljes egészében leszereljék és kivigyék a berendezéseket kompletten az országból. Amikor a szovjet hadsereg kivonult 1945. szeptemberében, akkor a Magyar Általános Hitelbanknak adta vissza a gyárat. A nehézipar mellett a bankok és a bankok érdekeltségébe tartozó ipari létesítmények voltak elsősorban az utána következő évek államosításának fő célpontjai. Így lett az 1948-ban államosított Hoffer 1951-től Vörös Csillag traktorgyár, és ekkor kezdődött a Dutra traktorok gyártása. Érdekesen hangzik így, tehát minden traktornak ez volt a védjegye 1960 után. A gyár két legnagyobb gyártmányának összevonásából eredő mozaik szó ez, a dömper és a traktor. Hát a dömpert akkori, ha helyes írásra ez egy angol szabadalom volt, dumpernak mondták. Dumper, traktor, Dutra, így volt összemegy, és nagyon szép jelvény lett bőle. Tehát ezt viseltük, ezt viselték a gépek, mi is, a levelező lapok és hát a zászlók, minden, ami. Tehát ez volt a gyárnak a logója, ezt ma úgy mondanánk. A Hofer és Ranc mindig is elsősorban a magyar, a hazai piacra termelte a mezőgazdasági gépeket, de mindig is ott volt a gyár profiljában az, hogy külföldön eladni a termékeket. A két háború között külföldi kereskedelmi fiók volt Görögországban, Törökországban, Olaszországban, Franciaországban, az éppen kialakuló jugoszláv királyságban, tehát hogy voltak külföldi lerakatok, ahol próbálták eladni a Hofer és Ranc traktorokat, amelyeknek ilyen komoly versenytársa volt az amerikai traktorgyártás például. És ugyanez működik az államosítás időszakában is, tehát hogy külföldön eladni, természetesen más lesz a hangsúly, és a KGST piacfelosztó vagy termelés elosztó rendszerének megfelelően elsősorban a baráti országok a fontosak, de továbbra is lényeges szempont az, hogy külföldre termelni a Vörös Csillagnak a traktorait. 1900-ban kezdték építeni Kispest legjelentősebb gyárát, a Hoffer gyárat. 1901-ben
több mint 200 munkással megindult a termelés. Az 1974-ben Kispestről készült filmben is szerepet kap a híres traktorgyár, az üzemet ért változások és az, hogy milyen szerepe volt az országiparában. A gyár, ami az államosítás után is egy sikertörténet, tehát leginkább a szakembereknek és a külpiacoknak, a fejlesztéseknek köszönhetően. Itt is voltak persze buktatói a tervgazdálkodás által megszabott irányvonalaknak, de összességében a Vöcsi egy olyan hely volt, amire mindenki, és tényleg mindenki, akivel beszéltünk, szeretetteljes nosztalgiával emlékszik vissza. Itt látható ezen a felvételen a gyárnak a területe. Én, amikor itt dolgoztam, akkor ebbe az épület részbe dolgoztam, azt hívták akkoriban szereldének, ott állítottuk elő a végterméket. Az összes többi területen, ahol lehet látni ezeket a fűrészfogú hagyományos gyárépületeket, ott állították elő az alkatrészeket, amiket ezekhez a termékekhez kellett csinálni. Abban a szerencsében volt részem, hogy én diszpécsere voltam a traktorgyártósornak, és bejárhattam az egész gyárat, és én sosem a útvonalakon mentem, mindig bementem a műhelyekbe, és így láthattam olyan különleges szerszámgépeket, amiket ma már szinte nem lehet, mert sokkal modernebbek vannak. A forgácsoló üzem az ezen a részen volt. Itt voltak a fogaskerékgyártó műhelyek, itt volt a kovács műhely, és a gyárnak saját öntödéje is volt, szürkevas és acélöntödéje. Az is nagyon érdekes volt, mert amit ma Dunaújvárosban láthatnánk, az itt kicsibe megvolt, és a termékek nagyon jó minőségűek voltak. János 1968-tól 1975-ig dolgozott a traktorgyárban. Emlékeiben sokszor végigmegy újra ezeken az utcákon és ezeken a gyárépületeken. Még ma is pontosan emlékszik arra, hogyan zajlott egy nap. A traktoroknak a gyártósorát azt itt az itteni a gyári mérnökök fejlesztették ki, és a gyárba is állították elő, mert ezeknek a traktoroknak hát ugye önhordó volt a szerkezete, és olyan állványokat kellett gyártani, ami csak ehhez volt jó. És ezek végiggurultak a gyártósoron, és minden egyes munkafázisán egy-egy alkatrészt ráépítettek, és így állt össze a traktor. A végén egy konvejorsor volt, ahol már központi húzóberendezés volt. Mindig fölment a főművezető egy magas emelvényre, és onnan egy riasztó dudaszót lehetett hallani, és akkor megindította a sort, és egy álláshelyel odébb húzták a traktorokat. És egy valódi, nem csupán képzeletbeli séta a gyár régi acélöntödéjében, illetve azon a helyen, ami még megmaradt belőle. Tulajdonképpen csak a csupasz falak és szerencsénkre néhány szerelvény. És persze a hangulat. Most az acélöntöde területén állunk. Ez egy korszerűbb épület, amely korszerűsítve lett 1945 után, de a gyár alapításakor az első épületek az öntödék voltak, hisz a gyár neve is Vasöntöde és Gépgyár, Hoffer-Schranz Vasöntöde és Gépgyár volt. Az öntödei munkákra igen nagy súlyt fejeztek, és akkoriban a legmodernebb eszközökkel szerelték fel az öntöde épületét. Ez acélöntöde volt, Siemens Martin kemencékkel volt annak idején ellátva, később aztán Bessemer féle eljárásra tértek át, és ez maradt meg az egész fennállása alatt. Amikor éppen az alkatrészellátás rendben volt, akkor nézelődtem a gyárba, és kicsit csavarogtam is, és többször eljöttem, mert rendkívül látványos volt az acélöntöde. Hangba, fénybe, zajba, lenyűgöző volt, és azt sajnálom, hogy ma már ilyet kvázi nem lehet látni. Mit kell ide képzelnünk? Hát erre a részre öntvényelőkészítő, ez a rész öntvényelőkészítő műhely volt, ahol ilyen vas kokillákba előkészítették az öntvényeket, különféle eljárásokkal. Abban a részben pedig ott volt a kemence, az elektromos ellátásnak voltak kiépítve dolgok, és hát ugye még a darut is lehet látni, ami ott árválkodik fönt, a kettő is most látom, ott az elejében is van egy. És hát itt a szagok, a zaj, az mindig ide vonzott egy kicsit. Kicsit különleges volt. Hát ez már csak annyit tudok hozzátenni, hogy én még látom az embereket is, akik ebben a részben egy kicsit többen voltak, az egy veszélyes zóna volt. Igen. Ott fröcskölt
a vas, most is látom magam előtt, ugye a kemence környéke, nehogy Isten öntés volt, hát az tényleg egy akkora élmény, ezt nem lehet elmondani. De hát én szeredei dolgozók voltunk, és engem is csak a kíváncsiság vezérelt. A vállalat valamennyi létesítményében jártam, mert érdekelt, mert fiatal emberként egy olyan élményt lehetett itt szerezni, aki akarta, nem mindenki így volt természetesen, akkor se, ma se, akkora élményt lehetett szerezni, ami most már tudom, hogy pótolhatatlan. Tehát amikor bejön egy tömb vas, és kimegy a kézgép, és annak minden fázisát végig lehet kísérni, ezt nem is tudom szavakkal leírni, még ma se. De hát ezek a csupaszfalak már egy fiatalnak nem biztos, hogy azt mondják, amit mi itt próbálunk elmesélni. Ide jöttünk most ezek alá a daruk alá, és ide be lehetett annak idején jönni? Hát gyári ruhába, meg ismert arcként egy darabig elfogadtak. A veszélyzónába én nem is mentem be, tehát konkrétan nem is vállaltam. Mert János mondja, hogy elment a kemencékig is. Ugye dossziéval a kezében lehet, hogy meghatóbb volt, úgyhogy ő neki oda lehetett menni, de érezte az ember, szóval nem kellett figyelmeztetni. Ott már hő, szikrázás, szóval én tiszteletbe tartottam. Idáig itt emberek dolgoztak sűrűn, hiszen az előkészítők voltak. De ott már gyéren voltak, az öntők voltak, egy-két öntő szaki. Én így emlékszem erre. Igen, ott lehet látni a menyezeten még a sötét foltokat, az, hát itt elég erős füst hatás volt, úgyhogy pára, igen, úgyhogy még látszik, még egy kicsit az illatot is érzem, hogyha, de lehet, hogy ez vagy tudat alatti, hogy kell, hogy érezzük, hogy a hely szelleme. Én elmentem egészen oda a kemencéig, mert engem nagyon érdekelt, hogy működik, mert az iskolában tanultuk. Hogy működik? Hát ez egy óriási, úgy kell képzelni, mint egy nagy szappant tulajdonképpen, egy ilyen óriási gömbszerű. A tetejében vannak a szénelektródák, amiket egy vezérlés igazít, hogy mindig az ív megfelelő legyen. Hatalmas kábelek mentek a végéből, ilyen vastag 4-5 centisek. 1600 Igen, és hát óriási hanghatás, recsegés, ropogás, és amikor még fölemelték az ajtaját a kemencének, hogy bedobjanak valamilyen nemesítő anyagot, akkor még az a fehér, hófehér fény is kivillant, úgyhogy az nagyon érdekes volt, én mindig szívesen néztem, ugyanúgy a vasöntödét is, csak az egy másik jellegű. Acél és vas. Ugye azt mondtuk, hogy mekkora különbség. Mi az, amit ugye itt ebben az acélöntödében állítottak elő, és mi az, amit a szomszédban? Hát elsősorban egy igénybevételű acélgépelemeket, mint fogaskerekek, tengelyek, bordástengelyek, támasztó berendezések a traktoroknál, tehát azt mind a nagy igénybevételt azt itt csináltak. Ugye kevesebb szén volt, meg más ötvözőanyag, az acélnak ez a jellemzője. Hát a vasnál az kevésbé, a több szén van benne, könnyebb is volt megmunkálni, nem olyan nagy szilárdságú, de bizonyos területekre, mint például a fékdoboknál, a surlódáskert, ugye hát a legkiválóbbak voltak ezek, és egy kicsit kevesebb igénybevételt támasztó alkatrészeket is csináltak ebből. Eredeti téglák eredeti állapotban. Több helyen látni például a gyárat körülvevő kerítés falainál a különbséget a homokfúvással megtisztított és az eredeti állapotban lévő építőkövek között. Itt minden egyes tégla, a gyár minden alkatrésze őrizte a sokszor változó, de mégiscsak hosszú ideig fennálló, ma úgy mondjuk brand szellemiségét. A vasöntöde épülete, ahová már nem lehet bemenni, máig őriz néhány jegyet a legrégebbi múltból. Ez a vasöntöde épülete, ez egy nagyobb kapacitású műhely volt. Mindjárt az alakításkor is vasöntöde volt ezen a területen. Természetesen akkoriban a fő építő anyag a kő mellett, tehát a tégla mellett a fa volt. Nagyon sok fa gerenda volt, fa szerkezetbe építve, és az egész tetőszerkezet fából volt. Most ez már furcsa ilyenkor, hogy egy meleg üzembe, ahol fokozottan tűzveszélyes munka folyik, fa födém szerkezet legyen. Voltak is tűzesetek, tehát kigyulladások, sőt nagy tűzvész is, amit ugye nyilván tartottak, de a gyár mindig leküzdötte ezeket a nehézségeket, tehát ez nagyjából eredeti. Kúpoló kemencével voltak ezek megoldva már korábban is, amit aztán többször módosítottak és korszerűsítettek.
Mi készült itt? A traktorokhoz, minden a traktorokhoz készültek a gyárba, azok a vasöntvények, sebváltóházak, hajtásházak, futóműházak, amik hát ezt az anyagot, ezt a szén, de gazdagabb széntartalmú anyagot, könnyen forgácsolható anyagot írták elő. Ő említett, hogy mindenfelé járt, akkor igen, nyilván itt is sokszor jártam. Milyen, miben volt itt más, mint az előző üzem, mert itt nehezebb volt a munka, itt jobban kellett koncentrálni, itt veszélyesebb volt esetleg? Hát veszélyesebbnek talán nem mondanám, más jellegű maga az anyagnak az előállítása, ezért más eszközöket is használtak. Ugye még ott egy ilyen gömbszerű alkatrészbe vagy helye, kemencébe oldották meg a vasolvasztást. Itt egy hatalmas, majdnem 20 méter magas épület volt, hatalmas vastag csövekkel volt körülvéve, ahol a fűtőanyagot vezették be. Egy lift vitte föl az anyagokat, az ocskavasat, az egyéb ötvöző anyagokat, salakkiválasztó anyagokat. Tehát más volt a jellege, és a csapolás is másképp nézett ki, tehát mikor az olvat vasat kiengedték a kemencéből, az is másképp nézett ki. Gép Majál is 2018-ban már 10. alkalommal, és néhány képkocka erejéig a korábbi évekből. Felvonulnak a régi gépek új tulajdonosaikkal, akiknek fontos volt, kinek ezért, kinek azért, valamit átmenteni a múltból. És az egyik legnépszerűbb darab, a D4KA tulajdonosa, mindent apróra maga rakott össze a teljesen felújított gépén. A Vörös Csillag traktorgyár fejlesztései során az egyik legkiválóbb konstrukció volt. Ezt a gépet Korbuj János és Korbuj Pál tervezte. Valamikor a 60-as évek elején kezdték ennek az egyedi úgynevezett nullszériás gyártását, majd ez után következett a széria gyártás. Ez igazából az ornehéz változatok közé tartozik, 4 egyforma kerekével és egy 4-hengeres 65 lóerős csepel motor hajtja. Ami még a különlegességéhez tartozik, jelen pillanatában Magyarország legelső oldtimer rendszámú dótrája, ezt egészen biztosan mondhatom. Mutassuk meg, hogy mit kellett rajta rendbe tenni, így az elejétől a végéig menjünk sorba. Már a hozzám kerülésekor tudtam, hogy én kerék nélkül kaptam meg, ezt a szállítás után nekem vissza kellett vinni. Tehát elsősorban a felnék, a gumik beszerzése volt az egyik legnagyobb probléma, de talán még ennél is nagyobb probléma volt a keréksúlyok beszerzése. A lemezburkolatok újra gyártása, ez 100%-ban megfelel az eredetinek, mind formailag, mind méretezésileg. Majd a teljes gép szétszedése, és elmondhatom azt is, hogy ezt a traktort újból összeraktam az eredeti gépkönyve és az adatai paraméterei alapján. Honnan szerezted alkatrészeket? Az alkatrészeket mondhatom most már, hogy a kapcsolataim révén hozzájutok. Mivel a Magyar Gép és Dutra Múzeum tulajdonosa vagyok, nagyon sok olyan személy látogat meg, akiknek az édesapjuk, nagypapájuk a gyárban, illetve ezekkel a traktorokkal dolgozott a fészerben, a műhelyben, ami maradt, nagyon sok hozzám elkerüli. Van-e, amiről személyesen emlékszik, hogy honnan van? Igen, elmondhatom az adagolót is, hiszen az adagolót egy olyan fészerben találtam, ami annak idején egy fa dobozba volt elrejtve, és a zsírpapírból én csomagoltam ki, ez sose volt gépre szerelve. Ugyanígy mellette volt az a kettős, pontosabban két fokozatú gázolajszűrő, ami a gépen a mai napig szolgál. Mondjuk el, hogy mi micsoda ezen a traktoron, jó? A traktor jobb oldalán látható az adagoló, mellette a kettős gázolajszűrő, majd az akkumulátortartó, az fölött van az üzemanyagtartály. Elől természetesen az első híd előtt ugye a motor látható. Hogyan kell ezt vezetni? Nagyon érdekes dutra típus ez, hiszen az ahhoz képest, hogy ugye légfékes, tehát a hátsó hidon van gyárilag kiépítve a légfékrendszer, az összes dutrától egy nagyon fontos dologban eltér, ugyanis gyárilag ennek a fék és gázpedálját felcserélték, ami ugye nem egyezik meg a mai megszokott vezetéstől. És aki ezt a gondolatába, tudatába nem rögzíti, sajnos nagyon balesetveszélyesen vezeti. Én ezt már annyit vezettem, hogy megszoktam, nekem ez nem probléma. Egy traktort egyébként nehéz vezetni? Eltér a személyautó vezetéstől, igen.
Bizonyos mértékben nehezebb, de van, amiben könnyebb, hiszen látjuk a négy kereket. Ez a fülke nélküli változat nagyon jó beláthatóságot biztosít, így hát látjuk, hogy mi mellett milyen közel vagy távol megyünk el. Én azt mondhatom, hogy akinek autós vezetési rutinja van, könnyedén elbánik ezzel, hiszen magasabban ül a traktor középpontjában, nem egy oldalt, és látszik a traktor teljes hossza szélessége. Milyen munkát végeztek ezzel? Ez a D4K A-típus, ez alkalmas volt mindenfajta mezőgazdasági és erdészeti munkavégzésre. Van olyan gyűjtőtársam, aki a mai napig használja ugyanerre a célra, amire a gyár rendeltetésszerűen gyártotta. Dutrás Laci, ahogy mindenki ismeri, nem gyűjtő szenvedélyből, hanem a munkája miatt vásárol mezőgazdasági gépeket, de szerencsére ő is megmutatja még működő kincseit, ahol csak lehet. Ez a traktor, ez egy Dutra 1000 típusú traktor. A traktorgyárban Kispesten 1972-től gyártották ezt a típust. Tulajdonképpen ez a gép, ez a traktorgyárnak egy 1963-ban kifejlesztett D4K B-típusú traktornak a továbbfejlesztett változata, amit közel 10 évig gyártottak. Annyi a különbség, hogy egy kicsit ergonomikusabb a fülkéje, néhány módosítással egy kicsit modernabbá tette a traktorgyár. Ez a gép 2004-be került hozzám nagyon romos állapotba. Hát a vásárlásnak az apropója úgy történt, hogy én 1995-ben elkezdtem gazdálkodni egy UE28-as típusú szintén Dutra traktorral, és ahogyan növekedett a gazdaságom, úgy gondoltam, hogy szükség lenne egy nagyobb traktorra, azért vásároltam ezt a gépet. Közel egy évig tartott a felújítása, és abba az időbe, a 2004-től körülbelül egy olyan 10 éven keresztül ez a traktor volt a gazdaságomban a talajművelőgép, amíg a másik, a kis testvére, az UE28-as pedig a kisegítő, ilyen vető, permetező traktor. Amikor ezt gyártották, azt mondta, hogy ebből volt a legtöbb talán. Miért volt ez annyira jó gép? Miért vásárolták annyira mondjuk azok, akik mezőgazdasággal foglalkoztak? Mi ennek az előnye? Úgy gondolom azért, mert abban az időben, hogyan a mezőgazdaság fejlődött, ugye rohamosan fejlődött a mezőgazdaság, és egyre nagyobb erőgépekre volt szükség, és abban az időben Magyarországon a traktorgyártásnak a Dutra 1000-es volt a csúcskategóriája, úgy gondolom lóerőben, mert ez egy 90 lóerős traktor, és amíg nem jelentek meg a piacon a Rába Magyar Vagon és Gépgyár által gyártott Rába Steiger traktorok, addig úgy gondolom, hogy Magyarországon a legnagyobb lóerőjű traktorokat ezek a traktorok képviselték. Mi az, amihez nagyon hozzá kellett nyúlni, nagyon fel kellett újítani? Hát ezen elmosolygok, mert tulajdonképpen a traktor teljesen üzemképtelen állapotban vásároltam. A másik működő traktorral vontattam haza, és ezen a gépen szinte minden felújításra szorult, legfőképpen a motor, ami a sok állástól berosdásodva várt engem, de minden része ki lett cserélve, és azóta is tökéletesen működik. Nagy gondot okozott még a hiányzó karosszéria elemek beszerzése. Eredetiek? Eredetiek, igen, mert abban az időben, amikor nagy üzemileg használták a gépeket, talán egy kicsit a nem odafigyelésnek köszönhetően, mint például a traktornak az orra, ezeket általában összetörve tudta az ember megtalálni. Nagyon nehéz volt olyan orrelemet szerezni, ami legalább fölrakható és valahogy kinéz. És akkor ez teljesen működőképes, még most is? Teljesen működőképes, igen, most is. Nézzük meg, hogy hogyan lehet beindítani, jó? A vezetőfülkét is rendbe kellett hozni? Természetesen. Kívül belül nagyon oda volt ez a gép, a műszerek felemások voltak benne, ami benn volt, az sem nagyon működött, úgyhogy teljes felújítást, kárpitozást igényelt az egész. Indítsuk be! Rövid izzítás után indítható a motor. Ahogy korábban, most is népszerűek a gyárban készült traktorok a világ minden táján. Az egyik legnagyobb gyűjtő egy svéd farmer. I was three, four years ago in Sweden. My father have a burn Dutra to Sweden.
3-4 éves lehettem, amikor először találkoztam a magyar traktorral. Apám hozta magával Svédországba, és felülhettem rá. Később felnőttként mindig Dutra traktorral dolgoztam a farmomon. Apám legalább 100 traktort hozott az 1962-es Expo után Svédországba, és ott eladta őket farmereknek. Mára-mára hobbim a Dutra, 25 traktorom van. Nagyon tetszik a formája, és igazán jó munkagép, és a Csepel motor benne kifejezetten erős. Formája, hangulata még a régi, színei, funkciója már más. Irodák szabdalják, modern bútorokkal van berendezve, de pontosan fel lehet idézni, ki, mikor, mit csinált az összeszerelő műhelyben, ahol fénykorában 250 ember is dolgozott. Ez a szereldei épülete, a gyárnak meghatározó épülete volt, itt történtek a traktorok szerelései. Igaz, hogy ez már az 1900-as években is felépült, akkor több részre volt belül osztva, akkor is szerelő üzem volt, de hát akkor még nem gyártottak traktorokat. Kézi eszközöket szereltek itt össze, kukoricamorzsolót, például répaszeretelőt, szecskavágókat és egyéb más kézi eszközöket. 1923 után, 24-től már sorozatban itt kezdték el gyártani a traktorokat. Akkor is több részre volt ez osztva, egyik oldal a traktorszerelő volt, aztán későbbiek folyamán, amikor beindult a dömperek gyártása, akkor ide helyezték a dömperszerelést is a régi helyről. 1912-re itt a gyár már teljesen be volt építve. Szinte minden terület. Hát hátul, azt itt nem látszik a szerelde mögött, az egy ilyen próba rész volt, kialakítva traktorokat próbáltak ott, egy ilyen homokos, füves, dombos terep volt kialakítva. De már azt is beépítették később. Előtte mi volt itt? Mocsár? Igen. Igen, ez a terület, ez teljesen zöldmezős beruházásnak adta az alapját a gyárnak. Egy mocsaras, mezős, zsombékos terület volt. Úgyhogy vízhiány nem volt a gyárban, saját kutat is fúrtak mindjárt, abban indult ugye az építkezés, volt saját kut jó minőségű vízzel, a meleg üzemeknél is kellett, nagyon sok vizet használtak, és mivel faszerkezetből épült az öme a gyárnak folyamatosan is, és a legfontosabb termékei, ami 1945-ig, 12-től 45-ig a cséplőgépek, azok is zömében fából készültek. Tűzveszélyes volt a gyár, és építettek tűzi víztároló tavakat is. Amit hát a víz adott volt könnyen, de körbeépítették szivattyúteleppel, hogyha kellett, akkor tűzoltó víz álljon rendelkezésre. Én még, mikor először a gyárba bekerültem 1960-ban, akkor még láttam ebből tavat, úgyhogy zsombékos békák szivattyú telepes tó volt. De aztán megszüntették azt is. Egy dosszié, mely őriz néhány személyes papírt, vagyis persze mondhatjuk néhány kordokumentumot. 71.8.30-án állították ki, akkor lettem szakmunkás. De 67-től ugye ugyanoda, ahova bátyám, oda jártam. A MÜM 3 szakközépiskolába kezdtem, aztán az Latinka Sándor lett a neve. Ott végeztem 4 év. De első-másodikba volt daruvezető. Első-másodikba az iskolába volt a tanműhely, harmadik-negyedikbe pedig a gyárba már. Azokat a híddaruk, amiket láttunk a gyár területén, annak a kezelésére vizsgázni kellett. És csak azt kezelhette. Alulról vezérelt híddarok, úgy hívták. Na, itt beszéltünk a szereldéről. Ebben a csoportban dolgoztam, ez egy önálló brigád volt. Ez volt a Simon csoport. Ez vagyok én. Itt még tanulóként, 69-ben. Egy D4K-nál vagyok lefotózva. Ez meg a Simon, a csoportvezetőnk, Bokor Jani, aki most magyar nóta énekes, egy kollégánk, Papjóska, differenciál művet szerelnek. De ez a traktor újságból, na így nézett ki egy teljes csoport. Ez egy csoport. Ő volt a csoportvezető, Mándi Imre. És akkor voltunk 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez vagyok én, 7, 8, csak takarva, 9, 10, 11 fős csoport volt ez. De itt már a rába. Embermagasságú kerék. Hát az egy csoda volt, hogy egy ember behozta. Ugye az udvaron letették a gumizott kerekeket egy D4K-nak, embermagasságú, és 30-40 centi széles. Annak az öt súlya is több mázsa volt. Ha az eldőlt, nem tudta felállítani ember, akkor az daru kellett, vagy több ember.
és a rutinból, ha az ember már ezt betanulta, egymaga begurította. Az, amikor először láttam ilyet, tehát ez csoda volt. Nézd, nem láttam az embert. Mert gurul a kerék, gyerekek. De hogy gurul, hát Jani bácsi hozza be. És akkor megnéztem, és Jani bácsi gurította be. Na, tehát ez a rész, igen. Tehát nagy alkatrészek, hagy, fődarabot nézünk, motor, melső híd, hátsó híd, darázsderék, fülke, most mondtam valamit ezekből a összetevőkből, ezek darúval voltak mozgatva. Még mai napig is nosztalgiával vagyok ez iránt, mert mikor 6 órakor fölkelek otthon, vagy fölébredek, akkor eszembe jött, hogy már abban az időben már ott kellett állni az a satupad mellett, tehát 6 órakor kezdődött, és amit a mai fiatalok nem tudnak elképzelni, hogy egy ilyen sűrített levegős dudaszóra indult a munka reggel, és ugyanígy volt a reggelire való megállás, vagy a délutáni műszak lefújás is. Már 6 órakor ott kellett lenni, és el kellett kezdeni a munkát. Reggeli idő volt benne, az olyan 9 óra körül volt, aztán ebédidő volt, és a végén a 14:30-kor a munkaidő vége. Ezek mind hangjelzéssel történtek, úgyhogy egy komplex rend volt, hiszen a szalagszerű termelésnek nem is lehet másképp. Kívülről lehetett látni a kis klubunknak a bejáratát, és a szerelde fejépületébe, hát ilyen szuterén szerűségben ott is volt egy ilyen találkozóhelyünk munka után. Pingpongasztal volt, asztali csocsó volt, akkor én voltam az, aki szalagos magnóját becipeltem hajnalán a gyárba, mert hogy délutánra megbeszéltük, hogy ilyen zenei bemutatót tartunk, vagy egy diszkót. Hát akkor még nem diszkót, vagy egy ilyen kérdésfeleles válaszolós játékot, mindig kitaláltunk valamit, hogy azt a, igen, hogy azt a fél egy órát kibekkeljük, amíg a nagyja lezajlik az öltözőbe, és akkor mi tulajdonképpen kényelmesen tudtunk megfürödni utána. De a közösségi élet az elég magas. Az nagyon, mi mindig ügyeltünk arra. A barátaink magas. Innen kerültek ki. Akkoriban. Rengeteg fóruma volt a közösségi életnek, ezt én kérdés adtak hozzá. Tekepálya volt, fotballpálya, kislabdapálya, minden, kiszklub, stb. Hát ki is írtak ilyen bajnokságokat, tehát vállalati szinten voltak bajnokságok is, tehát érdekelté tették, szórakoztatták, kollektívák, brigádok, tetszett erről már hallani. Hát ezt mi is átéltük, és nagyon jó volt. Persze az átalakulások folyamatosak voltak a tervgazdálkodás éveiben is, és 1973-ban született döntés arról, hogy az állami vállalatot a Rábához csatolják. Eljött az az időszak, amikor ugye a gazdasági helyzetben nagy vállalati összevonások voltak, megelőzte ezt, akkor úgy hívták, hogy új gazdasági mechanizmus. Ez a mechanizmus átalakította a magyar ipar szerkezet és ipar politikáját. A lényege az volt, hogy azokat a nagyvállalatokat, amelyek egyedül a nagy tehetetlenségük folytán nehezen mozognak, össze kell vonni egy másikkal. Hát lehet, hogy nagyobb lett így is, de sikeresebb. És hát ebbe mi is akkor beleestünk, és a Győri Magyar Vagon és Gépgyárhoz csatolták a gyárat, mint egy gyáregységet. Egy évig, 1973 az egyesítés utáni év, 1973 után még egy évig, másfélig a hazai és külföldi szerződésekre válaszul, meg kell gyártani azokat a régi traktorokat, amiket mi csináltunk. Persze, hát ezek már nyilván az új típusok. És akkor korszerűbb típusokat hoztak ide, ugye Rába Steiger, ugye nagy erőgép, Rába 180-as, tehát még ezeknek dolgoztam az irányításán egy dalabig. A korszakkal az aztövező hírnévvel együtt megszűnt a termékeket fémjelző logó is, és az utolsó Dutra traktorok 1975-ben gördültek ki az ikonikus gyár kapuján. Műsorunk végén néhány kerületi programot szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Március 5-én minden kedden 17 órától drogprevenciós csoportfoglalkozásokat tartanak a KMO-ban. A szenvedélybetegségek megelőzésének egyik legfontosabb eleme a prevenció.
Ennek érdekében csoportfoglalkozásokon, meghívott vendégeken keresztül mutatják be a szülőknek, hogyan tudnak segíteni annak megelőzésében, hogy gyermekük szenvedélybeteggé váljon. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Stopposok a távolságtartástól a meghittségig. A Lelki Navigáció úton az egészséges érzelemvilág felé című programsorozat következő eseménye március 7-én lesz az Üllői úti könyvtárban. Az előadók Kovács Tiborné és Dankó Ferenc mentálhigiéni és lelki gondozók. A könyvtár által szervezett programon a részvétel ingyenes. Felkészülés a kertészkedésre, vetőmag és tapasztalatcserebere. Március 9-én rendezik meg a magvasnapot a VKK-ban. A gyerekeket kézműves foglalkozással várják, ahol újrahasznosító ötletekkel kertcsinosító apróságokat készíthetnek, például fűszernövénytáblát és szélforgót. A belépés díjtalan. Ismét autómodellbőrzét rendeznek a KMO-ban. Március 9-én várják a látogatókat a művelődési házban, ahol mindenféle modellt megtalálhatnak majd az érdeklődők, a Matchbox-tól az igényesebb autóárt márkáig. Új hírekkel, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk, ugyanitt, ugyanekkor. Ha a programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, írjanak nekünk. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Viszontlátásra!